Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják. Mielőtt belekezdenék a mai hírek ismertetésébe, szeretném megkérni önöket, hogy iratkozzanak fel az Ultrahang csatornájára, így értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételekről. Ma július 19-e szerda van, és legelőször az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről pár szót. Százezer katonát és majdnem ezer harckocsit vontak össze az oroszok. Az ukrán hadvezetés afelől figyelmeztet, hogy áttörhet Harkivnál az orosz hadsereg, mivel százezer katonát vontak össze az oroszok. Azt állítják, hogy az oroszok át akarják törni a főváros Kiev védelmét, írja Mandiner. Ukrajna a katonai erőfeszítéseit a déli frontra összpontosítja, Oroszország erői keleten Kupjanszk irányában koncentrálódnak és Kievet szondászák. Az orosz összevonásnak hetek óta vannak jelei, most pedig az ukrán fél is nyíltan beszélt erről. Szerhi Cserevati, az ukrán hadsereg keleti parancsnokának szóvívője hétfőn egy országos tévéműsorban nyilatkozott a témában. Szerinte Oroszország mintegy 100 ezer katonát, 900 harckocsit és 555 tüzérségi rendszert vonultatott fel a térségben. Mindent arra tettek fel, hogy áttörjék a védelmünket, de katonáink szilárdan védekeznek és nem engedik, hogy az ellenség magához ragadja a kezdeményezést. Fogalmazott. Mindezt az ukrán hadsereg szárazföldi erőinek parancsnoka, Alexander Szirszki tábornok is megerősítette. Egy amerikai tábornok szerint a fegyverkészletek veszélyesen alacsonyak, a termelés növelésére szólította fel a fegyveripart. Miközben Washington dollár milliárdok értékében szállít fegyvereket Kievnek, egy tábornok arra figyelmeztet, hogy az amerikai fegyverkészletek veszélyesen alacsonyak. A Védelmi Minisztérium tisztviselője felszólította a fegyveriport, hogy növelje a termelést. James Hacker tábornok Londonban egy konferencián adta ki az éles figyelmeztetést. Most tegyük hozzá, hogy rengeteg lőszert adunk az ukránoknak, ami szerintem pontosan az, amit tennünk kell, de már veszélyesen alacsony, sőt, néha már túl alacsony, és nincs elég, mondta. Joe Biden kormánya szerint az Egyesült Államok 42 milliárd dollár értékű fegyverek átadását hagyta jóvá Ukrajnának. A legutóbbi július 7-én engedélyezett biztonsági segélycsomag Ukrajnának kazettás lőszereket is tartalmazott. A háború elején a Fehérház elítélte a kazettás bombák használatát, Biden elnök azonban azt mondta, hogy kormánya megváltoztatta elutasító álláspontját a vitatott fegyverek Kijevbe küldésével kapcsolatban, mert Washington kifogyott a hagyományos lőszerekből. Ekkor a továbbiakban az amerikai fegyverraktárak feltöltése érdekében További gyártásra szólított fel, de figyelmeztetett, hogy a folyamat időbe telik. Szükségünk van arra, hogy az ipar is beszálljon, hogy segítsen nekünk, hogy ezt be tudjuk indítani, magyarázta a tábornok. A NATO borzasztóan alatta van annak, amire szükségünk lenne, és ez valószínűleg nem fog javulni. Nos, rövid távon nem fog, de hosszú távon biztosítanunk kell, hogy rendelkezünk azzal az ipari bázissal, amely képes növelni azt, amink van. A Védelmi Minisztérium egy korábbi alkalmazottja arra figyelmeztetett, hogy a fegyverek iránti kereslet drasztikus növekedése lehetővé teszi a fegyvergyártók számára, hogy az amerikai lakosságot árdrágán tartsák le. Sejeszed a Védelmi Minisztérium egyik szerződéses tárgyalója szerint a hadiipari komplexum az ukrajnai háborút kihasználva kihasználja az amerikai adófizetőket nincs hová mennünk, a fegyverek közül, amelyeket most Ukrajnába küldenek, csak egyetlen beszállító van, és ezt a vállalatok tudják, magyarázta. E problémák ellenére Hekker kifejtette, hogy a hadsereg meggyőzi a kongresszust arról, hogy az Oroszország és Kína által jelentett fenyegetések miatt szükség van a védelmi kiadások és a fegyvergyártás növelésére. A légierő beszél a képviselőház és a szenátus politikai vezetésével a Kína által ránk jelentett fenyegetésről és azt hiszem, ez felélinkítette a kongresszust, tekintve, hogy a védelmi költségvetésünk emelkedik. Majd így folytatta, azt hiszem, hogy végre rájöttek, hogy tudják, Kína milyen fenyegetést jelent, és persze elég nyilvánvaló az a fenyegetés, amit Oroszország jelent. Fogalmazott. A demokrata és republikánus szenátorok egyetértenek abban, hogy a NATO ázsiai terjeszkedése elkerülhetetlen. Dan Sullivan, és Temi Duckworth szenátorok vasárnap egyetértettek abban, hogy a NATO ázsiai terjeszkedése elkerülhetetlen, mivel a nyugati katonai szövetség egyre inkább Kínára szegezi tekintetét. Mindkét szenátor az NBC Meet the Press című műsorában nyilatkozott a műsorvezető Chuck Todd kérdésére, hogy elkerülhetetlen-e a NATO ázsiai terjeszkedése, Sullivan így válaszolt. Szerintem igen, és ez egy pozitív csúcs találkozó volt. Sullivan tagja volt annak a szenátusi küldöttségnek, amely részt vett a múlt héten Vilniusban tartott NATO csúcs találkozón. A szövetség által kiadott közlemény több mint egy tucatszor említette Kínát, míg az előző évi NATO csúcs találkozó közleménye csak egyszer említette. Nem csak Kína többszöri említése volt, számításaim szerint majdnem 20-szor, hanem csak valószínűleg látta a vezetőket, akik ott voltak. A japán miniszterelnököt, az ausztrál miniszterelnököt, a koreai elnököt, mondta Sullivan. Hozzátette, hogy a szenátusi küldöttség találkozott az ázsiai csendes óceáni térség vezetőivel, és ezt igazán erős jelzésnek nevezte a NATO-val kapcsolatban. Duckworth ezután Todnak adott interjút, és azt mondta, hogy egyetért Sullivan-nel a NATO ázsiai terjeszkedésével kapcsolatban. Egyetértek a barátommal, és őszintén szóval ez már meg is kezdődött az Egyesült Királyság, Ausztrália és az Egyesült Államok közötti sikeres AUKUSZ megállapodásunkkal, mondta. Az ázsiai szövetségek kiépítése a Biden kormányzat Kína elleni stratégiájának egyik fő eleme. Peking a maga részéről többször is felszólította a nato hogy maradjon távol a régiótól, és figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok régióbeli blokkok kialakítására irányuló stratégiája ukrán típusú válsághoz vezethet. A nato belül is van némi ellenállás az ázsiai terjeszkedéssel szemben, mivel Franciaország megakadályozta a szövetség azon tervét, hogy összekötő irodát nyisson Japánban. Jens Stoltenberg NATO főtitkár azonban azt mondta, hogy a terv még mindig vita képezi, jelezve, hogy a jövőben még sor kerülhet rá. Erről a Fox News számolt be. Izrael elismeri Marokkó fennhatóságát Nyugat-Szahara felett. Izrael elismerte Marokkó szuverenitását a vitatott nyugat terület felett, és fontolgatja egy ottani konzulátus megnyitását, áll az izraeli miniszterelnöki hivatal hétfői közleményében. A bejelentés megerősítette a marokkói királyi parota korábbi nyilatkozatát, amely szerint Izrael álláspontját Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök, 6. Mohamed királynak címzett levelében fejezte ki. Izrael fontolóra vette egy konzulátus megnyitását Daklában, állt a közleményben. Marokkó saját területének tekinti Nyugat-Szaharát, de az Algéria által támogatott Polisario Front független államot akarott. Donald Trump, akkori amerikai elnök 2020-ban elismerte Marokkó igényét a területre, cserébe azért, hogy Marokkó újra felveszi a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel az izraeli álláspontot megküldik az ENSZ-nek, a regionális és nemzetközi szervezeteknek, idézi a marokkói királyi palota közleményébe a levelet. 28 másik, főként afrikai és arab ország nyitott konzulátus Daklában, vagy lejön városában, amit Marokkó nyugat uralmának kézefogható támogatásaként értékelt. Izrael nyugat-szaharával kapcsolatos álláspontja egyértelmű volt, és tovább erősíti a marokkó javát szolgáló lendületet, miután Washington és Madrid, valamint más európai fővárosok is támogatták a területre vonatkozó tervet, mondta a Reutersnek egy magas rangú marokkói kormánytisztviselő. Az izraeli elismerés nem befolyásolja a marokkó elveit az izraeli-palesztin konfliktus két állami megoldásának védelmében, tette hozzá. Marokkó arra számít, hogy a döntés ösztönözni fogja az izraeli befektetéseket a területen, mondta a miniszter. A kapcsolatok felmelegedésének jeleként az izraeli hadsereg korábban hétfőn egy ezredes nevezett ki védelmi atassénak Marokkóba. A kapcsolatok újra felvétele óta Marokkó és Izrael együttműködési megállapodásokat írt alá, köztük egy védelmi paktumot. Eli Cohen izraeli külügyminiszter szerint a miniszterelnök bejelentése erősíti az országok és a népek közötti kapcsolatokat, valamint az együttműködés folytatását a regionális béke és a stabilitás elmélyítése érdekében. Erről a US News számolt be. Mark Milli tábornok elárulta szerinte miért halad lassan az ukrán ellentámadás. Az Egyesült Államok szerint Ukrajna sikereket ér el az ellentámadás során, de időre van szükség, mert az orosz aknamezők akadályozzák a gyorsabb haladást. Jelentette ki kedden Washingtonban Mark Milley az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke. A jelentős ár ellenére az ukránok lendületlenül megfontoltan haladnak előre, brutális és véres csatákat vívva hazájuk visszafoglalásáért, mondta Milli újságíróknak nyilatkozva, miután a katonai segélyezést összehangoló nemzetközi ukrajna kontakti csoporttal egyeztetett. Elismerte, hogy az offenzíva lassan halad, de az aknamentesítés, mint mondta, időt vesz igénybe. Messze van ez a kudarctól, hangsúlyozta az amerikai tábornok, hozzátéve, hogy még sok küzdelem van hátra. Úgy fogalmazott, hogy még hosszú, kemény és véres háborúra kell számítani. Lloyd Austin védelmi miniszter mindenkit biztosított arról, hogy Kiev szövetségesei nem fognak felhagyni Ukrajna támogatásával. Munkánk folytatódik, és mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy az ukránok sikert arassanak, tette hozzá. Erről a Mandinár számolt be. Trump arra számít, hogy letartóztatják. Donald Trump arról tájékoztatta az embereket a Truth Social közösségi média oldalán, hogy hamarosan vádat emelhetnek ellene a Kapitóliumi zavargások és a 2020-as elnökválasztás eredményeinek megkérdőjelezései miatt. Erről az ügyészség levélben értesítette a volt elnököt. Trump azt írta, hogy meg kell jelennie a vádes előtt. Ez majdnem mindig letartóztatást és vádemelést jelent, írta. Jack Smith ügyész azóta sem reagált a sajtó megkereséseire. Ezen a harmadik alkalom, hogy megvádolják Trumpot, egy esetben még márciusban emeltek ellene vádat, a gyanú szerint a republikános politikus még a 2016-os kampánya során ügyvédjén keresztül 130 ezer dollárt fizetett kampánypénzből Stormy Daniels pornószínésznőnek, hogy hallgasson a kettejük között állítólag tíz évvel korábban zajlott intim kapcsolatról. A többi között azzal is vádolják, hogy a 90-es évek közepén szexuálisan bántalmazta, majd évekkel később rágalmazta Jean Carolt, az amerikai El magazin korábbi munkatársát. Emellett a kongresszus igazságügyi minisztériummal folytat vizsgálatot arról, hogy Donald Trumpnak milyen szerepe volt az amerikai törvényhozást ért 2021. január 6-ai ostromban, amelyben öt ember vesztette életét. A Wall Street Journal amerikai napilap beszámolója alapján a vádemelésre lehet számítani majd Donald Trump ellen a házkutatás ügyben is. A vizsgálatot vezető Smithnek és csapatának feladata volt kideríteni, hogy Trump hogyan kezelte a szigorúan titkos iratokat, miután elhagyta a fehér házat, ám a nyomozás nem állt meg itt, kiterjedt a kapitóliumi zavargásokra, és arra is, hogy a volt elnök és tanácsadói hogyan próbáltak meg beavatkozni a hatalom törvényes átadásába. Tavaly decemberben a január 6-ai eseményeket vizsgáló Demokrata többségű képviselőházú bizottság négy különálló büntető eljárást javasolt a volt elnök és társai ellen, köztük felkelés felbújtásában és segítésében, valamint a hatósági eljárás akadályozásának ügyében. Smith a vizsgálat során több tucat korábban Trump adminisztrációhoz köthető tisztviselővel és tanácsadóval készített interjút, köztük Mike Pence volt alelnökkel és Rudy Giuliani-val Trump ügyvédjével. Erről a magyar nemzet számolt be. Londoni elemzők szerint Oroszország várhatóan visszatér a Fekete-Tengeri-Orosz-Ukrán-Gabona egyezményhez. Londoni iparági elemzők véleménye szerint Oroszország várhatóan visszatér az ukrán gabon a fekete tengeri exportjáról kötött egyezményhez, amely kedden nulla órakor lejárt. A Gabona szállítási programról az ENSZ és Törökország közvetítésével tavaly nyáron született megállapodás. Az egyezmény alapján Oroszország hozzájárult a blokkád alatt tartott fekete-tengeri ukrán kikötőkből a gabonaszállítások újraindításához, és ennek fejében bizonyos orosz mezőgazdasági és élelmiszertermékek mentesültek a nemzetközi szankciók hatája alól. A Kreml azonban hétfőn bejelentette, hogy nem újítja meg a lejáró fekete tengeri orosz-ukrán gabona egyezményt, bár Dimitri Peskov a Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Moszkva kész azonnal visszatérni az egyezményhez, ha teljesülnek feltételei. Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemző műhely az Oxford Economics kedden bemutatott tanulmánya szerint ugyanakkor valószínűsíthető, hogy Moszkva csak átmenetileg vonult ki a gabona megállapodásból. A ház szerint Oroszország várható visszatérének elsődleges oka, hogy Törökország és Kína, egyaránt Moszkva kulcsfontosságú geopolitikai és kereskedelmi partnerei, a megállapodás két fő kedvezményezetjei, és valószínűleg mindketten nyomást gyakorolnak az orosz kormányra az egyezmény megújítása érdekében. Erről a pesti srácok számolt be. Musk követelte, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költik Ukrajnában az amerikai támogatásokat. Elon Musk amerikai milliárdosat vitteren követelte, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költik az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatásokat. Jó lenne, ha a nyilvánosságnak lenne némi fogalma arról, hogy mire költik a pénzeket, írta Musk a Twitteren. Így reagált arra a hírre, hogy az Egyesült Államok újabb 1,3 milliárd dolláros katonai segélycsomagot készül bejelenteni Ukrajnának. Erről az orosz hírek számolt be. Biden kampány tanácsadója szerint az elnök energikus és korábban rejlik a legnagyobb erőssége. Jeffrey Katzenberg filmmogul, egyben Joe Biden egyik kampány tanácsadója a 2024-es elnök választásra azt mondta, hogy amit sokan Biden gyengeségének gondolnak, a kora az voltak éppen az erőssége. Biden energikus és hatékony, szögezte le egy Reutersnek adott telefonos interjúban. Biden novemberben töltötte be 80. születésnapját, amennyiben újra megválasztják, hogy második ciklus a végén már 86 éves lesz, ő egyébként a legidősebben hivatalba lépett elnök. Erről a Mondiner számolt be. Kissinger szerint Kínának és az Egyesült Államoknak el kell kerülnie a konfrontációt. Harry Kissinger volt amerikai külügyminiszter, felszólította Washingtont és Pekinget, hogy találják meg a békés egymás mellett élés módját. A száz éves diplomata kedden Kínába utazott, hogy találkozzon Li Shang -fú védelmi miniszterrel. Az Egyesült Államoknak és Kínának meg kell szüntetnie a félreértéseket, békésen kell együtt élnie és el kell kerülnie a konfrontációt. A történelem és a gyakorlat folyamatosan bizonyítja, hogy sem az Egyesült Államok, sem Kína nem engedheti meg magának, hogy a másikat ellenfélként kezelje, idézte Kissingert a Hisua hírügynökség a találkozó után. Kissinger mindkét felet arra sürgette, hogy legyenek bölcsek és dolgozzanak együtt, tegyenek meg mindent a kapcsolatok javítása, valamint a béke és stabilitás fenntartása érdekében az egész világon. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatták, köszönjük, hogy velünk tartottak.